Nagykuncság kollégium, megérkezett az influenza elleni védőoltás, roma testvérek kiállítás megfenyegette volt párját. Jó estét kívánok! Önök a nagykuncsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 24-én 18 óra 5 perckor. Sajátos kutatás készült a nagykunokról. Szepesi Gergő, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány munkatársa, és dr. Nagy Molnár Miklós, a Karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója, néprajzkutató szerkesztette Nagykunság kollégium kötetet. A nagykunságban élőkről kapnak egy pillanatképet a diákok az új kötetből. Ez a munka, ez a kötet, ez tulajdonképpen egyfajta szempontból nevezhető, de nem az. Tehát ez a kötet, ez nem tudományos munka, nem tudósok írták, nem kutatók, nem hivatásos kutatók, hanem olyanok, akik érdeklődnek a régi hagyományok iránt. Ez az értékfeltáró sorozat, amelyet a Lakitelek Népfőiskola működtet, már 25-26 kötetet tud magáénak. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence sok területéről, nem csak a mai Magyarországról, Kis-Magyarországról, hanem a határon túli településekről és településcsoportokról készült ilyen könyv, és ennek az összefoglaló címe az értékfeltáró kiadványsorozat. És ennek vannak különböző kollégiumai, szakkollégiumai, hiszen ugye a népfőiskolát is kollégiumok alapítják, alkotják. És amikor a kunképes lexikon készült, és elkészültünk vele, akkor Lezsák Sándor alelnök úr megkérte, hogy az országgyűlés alelnöke megkért engem, hogy már a Kiskunságnak elkészült egy ilyen könyve, kötete, és hogy segítsek abban, hogy a Nagykunság településeiről is elkészüljen egy ilyen kötet. Ez tulajdonképpen ugye arról szól, illetve úgy alakul a kötet, hogy kijönnek kutatók, akik ezeket a népfőiskola szervezi, illetve a népfőiskolának a megfelelő munkatársai szervezik, akik egy egységes kérdőív alapján dolgoztak mindenütt, tehát ez adott volt, és hát így jöttek, meghatároztuk, hogy hány településről van szó. Hát ugye, mint tudjuk, történetileg 6 település alkotja a nagykunságot, de hát ugye egyrészt a távolság miatt is Kunszentmárton kiesik a forgalomból, és hát hogyha jól megnézzük, Kunszentmárton már nem is annyira tartozik a kunsághoz, tudatilag természetesen igen, de mint kistáj inkább a Tiszazug központjává vált az elmúlt évtizedek során. És ezért egy picit kilóg a sorból, és ezért úgy döntöttünk, hogy csak az 5 települést veszük be, hiszen Berekfürdő, Kuncsorba, Mesterszállás, ezek olyan kicsik, amelyeknek még nincs olyan jelentős hagyománya, és így maradt az 5 kun település, ahová mindenhová jöttek kutatók, 4-5 fővel. Ezek a kutatók ugye egyrészt egy hét alatt kérdőívet kérdeztek végig, 20-25 embert kérdeztek, és ugye nekünk az volt a szerepünk, hogy segítsünk, hogy megfelelő embereket, megfelelő adatközlőket találni. Tehát ilyen szempontból ez hasonló, mint egy néprajzi gyűjtés, amit annak idején, ugye még Györffy Istvánék a két világháború között kialakított Györffy, hogy ugye a hallgatóival együtt kiment terepre, úgymond, és akkor minden hallgató kérdőív alapján, saját maga készítette kérdőív alapján egy-egy témát felkutatott. Itt adott volt egy kérdőív. Volt olyan település, például Kunmadaras, ahol a Nemzetvédelmi Egyetem tűzoltó szakos hallgatói dolgoztak, Kisújszálláson a Nyíregyházi Egyetem tanulói, hallgatói dolgoztak, Túrkevén a Debrecen Egyetem munkatársai, Karcagon a felvidéki Martosi Népfőiskolának a munkatársai, illetve egy vállalkozó gyűjtötte ezt a kérdőívet. Tehát tulajdonképpen ez az összetettség is, ez a sokszínűség is mutatja, hogy
hogy különböző felkészültségű emberekről volt szó, akik érdeklődnek egyrészt maga után a terület iránt, terület az értékek iránt, másrészt pedig ezután a vidék iránt érdeklődnek. Ezért ugye ők ide eljöttek. Tulajdonképpen ez egy pillanatfelvétel, arról szól, és ezért nem tudományos munka, főképpen arról szól, hogy milyen értékeket tartunk mi értéknek, hiszen minden településen van értéktárbizottság, illetve a Hungarikum törvény értelmében megalakultak olyan bizottságok, amelyek továbbküldik, és Hungarikumban tudnak nyilvánítani, vagy nyilvánítatni dolgokat. Maga ez az értékfeltáró bizottság, vagy értékfeltáró könyvsorozat is a Hungarikum törvény megjelenése után indult el, tehát amikor ugye ezt a törvényt létrehozták, és ugye ennek ez a lényege. Két hétig tartott a gyűjtőmunka az öt településen. Volt egy második hét is, ahol viszont az addigi adatközlők közül kiválasztottak néhányat, és mély interjút készítettek. Ezek a mély interjúk, ezek sokszor videóra is kerültek, úgyhogy a könyvnek van egy DVD melléklete, egy 55 perces DVD melléklet is, ahol élőszóban is elmondják. Tehát ez a kötet összefoglalja, hogy jelen pillanatban mit tart a KUN települések nagy része, a KUN települések mit tartanak maguk között értéknek, és egy messziről jött ember ebből mit vesz észre, hogy érték. Tehát egyfajta adatbázis került létrehozásra, amelyet ugye annak idején, vagy a bemutatón is mondott Lezsák alelnök úr, hogy mivel ez már a 26., 27., és még el fogják érni hamarosan, mert már készül a többi, tehát a 30-at, amikor egy kicsit megünneplik, hogy elkészült. Ez egy 30 kötetes adatbázis, ami ugye, hát két világháború között is voltak, a Borosz Kisamú és egyéb vármegye monográfiák, ami tulajdonképpen ugyanazt szolgálta, mint ez, illetve ez is ugyanolyanokat szolgál, mint az, hogy olyan adatbázis, amit majd a jövő kutatói fognak tudni használni. Ki így, ki úgy. Ki megmondja, hogy tévedtünk, ki megmondja, hogy nem tévedtünk, vagy egyébként fel fogják mindenre használni. Hát Karcagról is elég sok interjú készült, illetve Karcagról is sok résztvevő volt ebben a dologban, és valóban úgy van, hogy nem identitásképző, hanem inkább imásképző, illetve imásfejlesztő kifelé ez a kötet. Hát megemlíthetjük azért a tudományt is képviseli a kötetben, a tudományt is képviselik, ugye, mert a múzeumon kívül ott van dr. Barta Júlia is, akivel mély interjút készítettek. Ott van Kerekes József, aki juhász volt, juhász dinasztia, a Dániel Farm képviselő, illetve idős Hubay Imre, tehát a gazdálkodók is benne vannak. Tulajdonképpen egyébként több emberrel akartak még készíteni, csak mivel nyár volt, nem mindenki ért rá. És ezért nem mindenkivel, akivel szerettünk volna, vagy nem szerettek volna beszélni, az nem mindenkivel sikerült, mert például szerettek volna Györfi Sándor szobrászművésszel, hiszen egyetlen Kossuth díjas szobrászművészünk a nagykunságban, de hát ott más dolgok miatt nem sikerült. Tehát tulajdonképpen sok és különböző emberekkel sikerült beszélgetni, úgyhogy én most csak a legemlékezetesebbeket említem meg, de a könyvben benne vannak. Megérkezett a házi orvosokhoz és az üzemorvosokhoz is az influenza elleni ingyenes védőoltás. A házi orvosok arra kérik a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozókat, ilyenek a védőoltás lehetőségével, és telefonon kérjenek időpontot az oltás beadására orvosuktól. Mindenkinek ajánlott lenne, akkor tudnánk a fertőző betegségeket legyőzni, hogyha mindenki be van oltva, de tudjuk, sajnos ez nincs így. De akik a legveszélyeztetettebbek, súlyos betegség, akár halálozás szempontjából a 60 év fölöttiek, krónikus betegségek közül elsősorban a légúti betegségek, a
az asztma, COPD, ez a krónikus hörkurut, a cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, és kiemelném még egészséges emberek közül a várandós nőket, vagy gyermekvállalást tervező nőket, akiknél az influenza sok esetben súlyosabb, akár vérzéses tüdőgyulladással járhat. A 6-35 hónapos gyermekek két oltást kapnak. A felnőtteknek adható három komponensű vakcina több influenza törzs ellen is véd. 1-2 hét kell hozzá, hogy a védettség kialakuljon, de azt szoktuk mondani, hogy már akár néhány nap alatt is egy részleges védettség kialakul, ha valaki megkapja, akkor már azért biztonságban érezheti magát. A koronavírus ellen az influenza elleni védőoltás nem ad védelmet, ugyanakkor mindkét vírus közös célpontja az alsó légúti rész, ezért fontos beadatni az oltást, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A 6. alkalommal rendezte meg az ifjúsági házban az országban is egyedülálló elhunyt karcagi roma testvérek fotókiállítását Varga Mici István, a Karcagi Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Évekig gyűjtötte a fotókat az elnök. Ha végignézünk a kiállításon, szüleink, nagyanyáink, nagyapáink, jó szomszédjaink, jó barátaink, jó muzsikusok, prémások, ahogy elhangzottak, sajnos már itt találkozhatunk velük. Valójában országos egyedi kiállítás, amit én megálmodtam, 6 évvel ezelőtt álmodtam meg úgy, hogy megpróbálom ezt a Minden Szentek Halottak napján gyertyát gyújtani, abban a gondolattal, hogy kirakom a saját irodámba a szüleim fotóját, és meggyújtok egy gyertyát. Ott én elgondolkodtam, mint egy vezető, hogy én miért csak édesanyámért, miért édesapámért, hiszen én egy vezető vagyok, én hozzám mindenki tartom a koromát. Kitaláltam azt a gondolatot, hogy megszerzem annyi fotót, hogy tiszteletet tudjak adni. Igaz, 30 fotóval kezdtem. Az a 30 fotó is egy boldogság volt, hogy össze tudtam szedni. Nem kirakni volt boldogság, a szomorú volt, hogy ki kellett tennünk. De 30-an támogattak. Már a második, harmadik, negyedik, ötödik. Itt vagyunk a 6. kiállításon, ahol meghaladtuk a több ezer fotót. És ha jobbra nézünk, balra nézünk, még mindig érkeztek fotók. És tudom, hogy most is van itt olyan személy, aki szorítsa a táskáját, és alig várja, hogy átadja, hogy jövőre rak már ki ezt is. Igen, várom. Nagyon várom az ókori képeket. Igen, előkerültek az 1940-es évektől, az egész háborúban. Ma kaptam 4 darab fotó, ami az asztalon található, a háborúban is elveszett személyekről. Igen, elmentek a háborúba és nem jöttek vissza. Értünk, harcoltak. Akkor hogy néltem elének meg egy megemlékezést? Én, mint megyei vezető is, indítványoztam több cigány önkormányzatnál, hogy vágjanak bele, segítünk, adunk ötletet. Nem akaróznak, nem megy, nem tudnak hozzákezdeni. Én nekem sem mondta senki. Egy bátorság, egy löket kell. Ha megvan a bátorság, megvan a löket, jön minden magától. Csak akarni kell. És van egy olyan hölgy köztünk, aki azt ígérte, hogy nem tudok felmenni a kiállításodra, ha nem tudsz buszt indítani, mert fáj a lábam. Te ránézek és büszke vagyok, és köszönöm, hogy feljött. Gyalog, feljött. Hogy megtalálja az édesanyját, édesapját, és akár a nagyszüleit. Sári Kovács Szilvia alpolgármester is elismeréssel szólt a fotókiállításról, az elnök kezdeményezéséről, majd beszédében megemlékezett a roma elhunytakról. Beszédét Dzsida Jenő Temetőben című versével kezdte. Köröttem csend és temető.
csak néha suttog valami, csak néha lehet hallani. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető. Én hajtott fővel ballagok, és néma árnyak szembe jönnek, s a sírkeresztek rám köszönnek, s mind az igazi nagyok. Én, a halottak ismerőse, révedő szemmel ballagok. Utánam huhog a jövő, a múlt, jelen, a sok kereszt és az árnyakkara zúgni kezd. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető. Igen, nagyon sokszor a temető, nem csak a temető álmodik, hanem mi is. Nagyon sokszor álmunkban megelevenednek szeretteink, és olyan valóságosak, szinte meg is érintjük őket, hiszen beszélnek hozzánk, nevetnek ránk, szólnak hozzánk, minthogyha köztünk lennének. És álmunkban kapaszkodunk beléjük, és talán még szeretnénk őket le is fényképezni, hogy biztosan tudjuk azt, hogyha felébredünk, hogy ők itt voltak, és valóban itt vannak közöttünk. És amikor felébredünk, akkor sajnos ott van a szomorú valóság, hogy ez bizony nincs így. Fogalmazott Sári Kovács Szilvia, majd Szent Bernátot idézve a kereszténység Isten hit fontosságáról szólt. Mindenben a nehéz próbatételben nagyon nagy segítségünkre van a kereszténység, az Isten hitünk, hiszen ha hiszünk, akkor erősebbek vagyunk. És a nehézségeket könnyebben le tudjuk küzdeni, hiszen aki imádkozik, az kitárja a szívét, lelkét, és ezáltal könnyebbé is válik. És az igaz szívből, lélekből mondott imát, a Jóisten biztos vagyok benne, hogy meghallgatja, és azt a Jóisten meg is segíti. Én végezetül Szent Bernáttól hoztam egy idézetet, fogadják szeretettel. Így szól. Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltek, egy szeretet fűz össze. Így legyen. Az emlékbeszéd után a karcagi cigányzenészek névsorát Molnárné Balog Éva, a karcagi Arany János általános iskola pedagógusa ismertette, majd a kisebbségi vezetők megkoszorúzták a roma zenészeknek állított emléktáblát. Fehér Sándor, az új élet gyülekezet pásztora, imát mondott az elhunytakért. Mécses gyújtott emlékükre Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. A megnyitó után Fehér Endre prímás vezetésével a jársági cigány zenekar muzsikált élőben, majd a déli és a borjú dűlő temetőben tartottak zenés megemlékezést. A vád szerint volt élettársát és annak új párját is agyon akarta lőni a tiszaroffi férfi. A hazaköltözést követő napokban több helybéli ismerősét megkérte, szerezzenek neki lőfegyvert. A vádlott újbóli vallomására került sor a szolnoki törvényszéken abban a büntető ügyben, melyben a megyei főügyészség emberölés előkészületének büntettével vádol egy tiszaroffi férfit. Az illető a vád szerint arra készült, hogy lelövi volt élettársát és a férfit, aki miatt a nő elhagyta őt. Míg dr. Nádor Zoltán bíró, valamint a vádhatóság képviselője személyesen, addig a vádlott a szombathelyi büntetés végrehajtási intézetből, ügyvédje pedig a kocsiából telekommunikációs eszközön keresztül vett részt a tárgyaláson. A vádirat szerint a 46 éves férfi tavaly márciusban az egyik fővárosi büntetés végrehajtási intézet fogvatartottja volt, amikor párja telefonon szembesítette azzal, hogy megszakítja vele a kapcsolatát, mert már nem szereti. Miután letette a telefont, többször hangoztatta az intézet falain belül, hogy valamilyen módon fegyverhez jut, majd pedig lelövi volt élettársát és annak új párját, a holtesteket elássa, elégeti, majd magával is végez. Nem sokkal ezután a férfi fogvatartotti kényszerintézkedését nyomkövető eszköz használatára enyhítették, ezért 2021 áprilisában hazatért Tiszaroffra. A hazaköltözését követő napokban több helybéli ismerősét megkérte, szerezzenek neki lőfegyvert, mert le akar számolni volt élettársával és a nőt elhódító férfival.
Elszántságában még azt is felajánlott egyik barátjának, hogy neki adja Tiszarófi házát a fegyverért és a lőszerekért cserébe. Kérését azonban senki nem teljesítette. A vádlott többször meg is jelent annál a Tiszarófi háznál, ahová volt élettársa elköltözött. Ezen alkalmakkor azzal fenyegetőzött, hogy először vetélytársával végez, hogy a hölgy lássa, amint meghal a férfi, akiért elhagyta őt. A vád szerint tavaly április 13-án kést fogott volt élettársa új párjára, és megöléssel fenyegette, de végül letette azt. A következő hetekben pedig többször is megfenyegette a párt azzal, hogy megöli őket. Egy alkalommal azt mondta, hogy apja fegyverével végez majd velük, ami komoly félelmet keltett bennük, mert a községben ismert, hogy a vádlott apja hajdanán kétszer is belelőtt a barátnőjébe, amiért az el akarta hagyni, és a pisztollyal egy rendőrt is megsebesített. A főügyészség vádiratában fegyházban letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, illetve arra, hogy a bírósága többszörösen büntetett előilletű vádlottat zárja ki a feltételes szabadságra bocsájtás kedvezményéből. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!